Dicsértessék a Jézus Krisztus! mindenre kiemen! Tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntöm, köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a következő órában a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort hallhatják majd, Székely János Püspök atyával és Kindelman győzővel. Előző adásaink után, kettő volt eddig, azt a visszajelzést kaptuk hallgatóinktól, hogy az elhangzottakról szeretnének egy kicsit bővebben is hallani, tudni. Most egy egyórás műsor keretei közé nem fér be minden, amit egy-egy témáról el tudnánk mondani, és kedves hallgatóink kedvéért ezért néhány olyan könyvet ajánlunk, amelyek a keresztény álláspontot tükrözik, most nevezetesen a már elhangzott témákról, a világ keletkezése és az ember teremtéséről. Az egyik műszerzője Jean Gitton, ő egy nagyon híres személy, a Francia Tudományos Akadémia tagja volt, néhány éve halt meg, könyvének a címe Isten és a Tudomány. Ez főleg a világ keletkezéséről szól, és megpróbálja összehangolni az ősrobbanást, majd az anyagi világ létrejöttét a keresztény hittel. A másik műnek magyar szerzője van Tóth Tibor, tudomány hit világmagyarázat című művéről van szó, amelyben nem felekezetekhez kötve, ugyan de bebizonyítja, hogy mind a teremtés, mind a, az élet létrejötte egy felsőbb intelligencia létezését igazolja, és például nagyon meggyőződ száfolatát adja az evolúció tanának, vagyis a mindenre kiterjedően érvényes evolúciónak. Aztán van még egy harmadik mű is, Kereszti Rókus, a kereszténység és más világvallások című művét gyakorlatilag minden témakörben, tehát a ma elhangzó témák kibővítésére is haszonnal forgathatják majd. Az ő apologetikája bemutatja a világvallásokat és összehasonlítja azokat a kereszténységgel, és végül ez alapján próbálja bizonyítani a keresztény hit igazságait. Most most ennyit tudok hirtelen a figyelmükbe ajánlani, de időről időre megteszem ezt majd később is témától függően. Könyvek egyébként megtalálhatók, vagy megvásárolhatók a Stefanusz könyvesházban Budapesten, ez a Kossuth Lajos utca egy szám alatt található. Nem a reklám miatt mondom, csak azért, hogy ne kelljen állandóan keresgélni mert nagyon sok könyvesboltban azért ezek a művek nincsenek ott a polcokon. És akkor nézzük, hogy miről fogunk beszélgetni a mai műsorunkban. Bizonyára sokakban fölmerült már az a kérdés, hogy a különféle vallások hogyan viszonyulnak egymáshoz és a mi keresztény hitünkhöz? Erről fogunk majd a következő fél órában beszélni, és hitünk ezirányú apologetikai alapelveinek a tisztázása után majd nagyító alá veszünk egy világvallást is, konkrétan az iszlámot. Püspök atya, vágjunk akkor bele a, le is a közepébe, az elejébe. A különféle vallások ugye sokféleképpen képzelik el Istent, de van egy alapvető kiindulási pont, és ez pedig a többisten hit és az egyisten hitnek a kérdése. Az első kérdésem, amin együtt gondolkodhatnánk az, de hogy fejlődési szempontból lehetne valamit mondani arról, hogy szükségszerű-e Eljutnunk az egyisten egyistenhithez, és hogy mondjuk ennek fokozatait jelenthetik-e mondjuk az animizmus, a fetisizmus, vagy a görögöknek a, ez az antropomorf politeizmusa, stb. stb. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem egy kicsit történeti válaszszal. Vallás történészek, főleg egy Schmidt nevű nagyon híres vallástörténész rengeteget ö, kutatta ezt a kérdést, hogy melyik volt előbb, melyik az ősi, az egyisten hit, a monoteizmus, vagy legalábbis ennek egy nagyon ősi egyszerű változata, és ebből alakul ki a isten hit, vagy pedig fordítva. És nagyon egyértelműen a kutatások afelé mutatnak, hogy a, az ős állapota az ember hitének, amelyet Mind a mai napig egyes természeti népek őriznek. Azok a, a természeti népek, amelyek vadászattal foglalkoznak, és, és a legprimitívebb, legősibb életformát is ö, megtaláljuk még náluk. Akár Ázsiában, akár ö, Afrikában vagy Amerikában De vannak ilyen kicsi csoportok, amelyek ezt a fajta életmódot és hitvilágot őrzik. Mindegyik csoportra nagyon erősen jellemző az, hogy egyetlen legfőbb istenségben hisznek. Még ha van esetleg mellette valami alsóbb ö, szellem vagy egyéb, de alapvetően egyetlen legfőbb istenségben, aki általában valamilyen módon teremtő, vagy legalábbis a világúra. Ez anyagi vagy, ö, vagy szellemi jellegű? Tehát nyilván jelent. szellemi jellegű, ez egy, egy isten hit, amelynek egyszerű, de de nagyon mély megélését tartalmazza ezeknek a, a, népeknek a vallása. Nagyon gyakran nevezik atyának, de van, ahol egyszerűen szellemnek, valamilyen legfelsőbb szellemnek. És úgy tűnik a, a vallástörténeti kutatásokból, hogy a, a sokisten hit az egy későbbi változata a vallásnak, és igen gyakran az oka a kultúráknak is a bonyolódása, Illetőleg sok minden belekezd kezd játszani a, a vallásos elképzelésekbe, ahogyan Egyiptomban, Mezopotámiában, a, a nagy kultúrákban, görögöknél, rómaiaknál, de akár a hindu védikus kultúrában is ez a sok isten hit megjelent. Talán belejátszhatnak a természet erői, az, hogy kezdik azonosítani az istenséget a tengerrel, az éggel, a forrásokkal, stb. A démon hit, a gonosz lelkektől való félelem, az ősök tisztelete, igen gyakran ebből is valamilyen módon istenségek lesznek, mitológikus történetek. Sokszor az Isten tulajdonságai, tehát ahogyan látják, hogy sok Isten igazságos, irgalmas, ebből is önálló. Istenségek jönnek lassanként létre, társadalmi rétegeknek kialakulnak saját istenségei, fiatalnak, öregnek, a papnak, a harcosnak, stb. Sőt, igen gyakran úgy tűnik, hogy politikai okai is vannak a sok istenhitnek. Nagyon gyakran, ha létrejön egy nagy birodalom, akkor próbálják a helyi istenségeket egyesíteni egy közös panteomba, egy közös istenvilágba. Mert ez is egy közös vallás, nagyon erősen összefogja a nagybirodalom népeit. Tehát minden kicsi népcsoportnak a saját istenségét azzal a névvel, ahogy ők tisztelték, bevonják egy közös ö, istenvilágba. Emellett, hogy a, a sok Isten megjelent, azért az is nagyon világosan látni a történelemben, hogy nagyon erősen az egyisten a szála ott van, és nem csak a kinyilatkoztatott vallásoknak a vonulatában a zsidóság, kereszténység, és bizonyos értelemben az iszlám is ide tartozik, amely ugyanebből a kinyilatkoztatási folyamatból merít, tehát a Bibliából táplálkozik nagyon erőteljesen. De megjelenik az egyisten hit Egyiptomban, egy nagyon érdekes reformban, amit Echnáton Fáraó vezet be a napisten körül. Indiában vannak ilyen törekvések, a Vishnu és a Shiva kultusz, ezek szinte egy hit felé elinduló vallások, de ugyanígy a görög filozófiában is. Tehát eljut a szellem egy letisztultabb állapotban addig, hogy a, a mitikus történeteket már kritizkával szemléli, és egy letisztultabb egy hit felé elindul. Milyen érvek vezetik a? a filozófust is, meg egyáltalán az emberi szívet a felé, hogy egy Istenben higgyen, egyetlen forrását tételeze fel a létnek. Ha az ember föltételezné, hogy sok istenség van, akkor az azt is jelentené, hogy különböznek egymástól. Ami azt jelenti, hogy valamilyen tulajdonság az egyikben megvan, ami a másikban nincs. Csak így tudnak különbözni, vagyis már is azt jelenti, hogy mégsem tökéletesek. Mert valami hiányzik mindegyikből, amiben különbözik a másiktól, vagyis tulajdonképpen már nem is Isten. Mert Isten maga a tökéletesség, a létforrás, az abszolút lét. Tehát, ha Isten valóban Isten, valóban a létforrása, valóban az, akinek őt valljuk, fölismerjük, akkor nem lehet belőle több, mert akkor valami hiányozna. Más oldalról! Ha azt föltételezzük, hogy vannak különböző tulajdonságai az istenségnek, amik hol megvannak, hol nincsenek egyik istenségben, így a másikban úgy, akkor az istenség összetetté válik. Bizonyos léttöbletek, tulajdonságok hozzá kapcsolódnak a lényegéhez. Az igaz istennek viszont egy nagyon fontos tulajdonsága az egyszerűség. A lét teljessége egyszerű és nem összetett. Benne nincs idő, az idő is egy szétosztottságot jelent, hogy van múltam, van jövőm, nem tudom egyszerre a teljes önmagamat megélni. Isten végtelenül egyszerű, és ő egyszerre birtokolja magát, vagyis megint csak ahhoz, hogy ő valóban Isten legyen, ahhoz az kell, hogy ő egyetlen legyen. Vagy még egy másik oldalról esetleg ugyanezt megvilágítanám, ha, ha sok istenség van, akkor az azt is jelenti, hogy, hogy nem az Istentől származik minden, vagyis nem ő a létforrása, mert van tőle függetlenül valami más, amit nem ő alkotott. Vagyis akkor már is nem ő minden létnek a forrása, a lét teljessége, amelyből minden merít. Nem lehet mindennek az alkotója, mert létezik tőle független önálló istenség. Vagyis azt lehet mondani, hogy ha Isten valóban létezik, és ha Isten valóban Isten, vagyis ha létejesség, akkor egy. Tehát az emberi értelem is idáig eljut. Egyébként a, a Biblia gyakran meg is fogalmazza. A, a rómaiakhoz közért levélben Szent Pál azt mondja, hogy ami Istenből megtudható az ő örök ereje. És Isteni mi volta, arra a műveiből következtethetünk. Tehát az ember képes fölismerni Isten nagyságát, teljességét. Istennek, ugye, Isten megismerésének a legtökéletesebb módja ugye az, hogy ő kinyilatkoztatja magát. mi keresjük és ő pedig kinyilatkoztatja nekünk magát. Az előbbi említetted az egyiptomi történelemből Eknaton Fáraót, aki azért érdekes, mert ugye egy több Isten hívő világban ő a napot, de a napot nem mint anyagot, hanem mint a valami nagyon felsőbb és egyetlen lénynek a megszemélyesítőjeként kezdte el imádni, tehát inkább azért egy Isten, egy, egy Isten hithez közelítette az, amit ő vallott, és amit az egyiptomi társadalom el akart fogadtatni és nagyon érdekes, hogy az ő naphimnuszai, vagy himnikus költeményei inkább nagyon-nagyon rímelnek a Zsoltároknak mind a stílusára, és nagyon sokszor még tartalmában is az Isten dicséretnek a Zsoltárok világát idézik. Hogy miért ilyen hosszan vezetem ezt föl, mert fölmerült bennem, hogy ha nem is kinyilatkoztatás volt Echnaton számára az, amit ő kapott, vagy amit, amit ugye el akart érni, valamelyest azért megérezhetett ő valamit így módon az egyik az Istenből? Jó, fikció ez most ugye ilyen időtávlatból, de, de, de létezhet-e akkor elfben ilyen, hogy, hogy kinyilatkoztatás nélkül az ember megismerjen Istenből valamit? Természetesen igen. Tehát a, a teremtőnek a műve a világ mindenség és mi magunk, vagyis az ember, ha őszintén keres, akkor, akkor ez a titok számunkra elérhető, megsejthető. És hát a, az egyiptomi esemény azért is nagyon érdekes, mert ott születik Mózes, illetőleg a monoteizmusnak az első radikális megfogalmazása egy kicsikét később a, a zsidó monoteizmus. Nem is teljesen kizárható az, hogy valami fajta távoli összefüggés esetleg a, a két dolog között van. Sőt, hát Mózes története kapcsán is nagyon érdekes, a Jahve névnek a megszületése, az Isten nevének a megszületése a zsidóságon belül. Ugyanis ez a név a kutatások szerint nagyon valószínűleg tűnik, hogy létezett más népeknél, főként a midiánitáknál. Vannak ilyen falu nevek, személynevek, amik egy Isten névként ismerik a Jah vagy Jahu elnevezést. Tehát valószínűleg ez se a semmiből jön. Ez Isten név, hanem abban a kultúrában benne van, és ezt Mózes ismeri ő Jetrónak, Midian papjának a, a lányát veszi feleségül, tehát ebbe a papi családban ö, kap ő helyet, és nyilván ismeri a Midianit a vallást. És onnan valamit megért, megismer, és ez belekerül, mint egy mozaik kő a nagy képbe, ez is belekerül. Tehát nagyon is megsejt az ember titkokat az Istenből. Nyilván ez még nem kinyilatkoztatást jelent, ez inkább az ember keresése, ahogyan megsejti a, a mindenhatot A vallások sokféleségére térünk akkor vissza egy gondolat, sőt valószínűleg, hogy egy nagyon bő gondolat erejéig. Sokszor elhangzik ugyanis mostanában az a, az a nézet, nagyon sokszor a toleranciára, mint bűvös szóra hivatkoznak ez ügyben is, hogy valójában minden vallás egyenlő. És ez az állítás azt is magában rejti talán, vagy olyan burkoltan ott van ebben az is, hogy végső soron mindenki üdvözölhet. Most, mielőtt erről beszélgetnék, engedjék, engedjék meg a kedves hallgatók, hogy egy néhány, be, néhány percet bejátszunk arról, hogy mit is gondolnak erről, azok a keresztények, akiket az elmúlt héten én megkérdeztem erről. Rövid válaszaikban a következő kérdésre fognak tehát felelni, hogy Isten előtt minden vallás egyenlője, minden vallás elvezethete Istenhez, és hogy mondjuk üdvözülhet az, aki nem keresztény? Isten előtt nem hiszem, hogy minden vallás egyenlő lenne. Nem hiába küldt el fiát Jézust, aki megtanította az Isten útján járás nekünk, és azon kívül egyházát is megalapította, hanem is így doktrinálisan, de tudtunk rá a legfontosabbakat. Ezen a hajón, ezen a nagy egyház hajóján kívül lehetnek egyébként más ö, jó kedve, kezdeményezések, meglátások, de igazán biztonságban csak ezen a hajón vagyunk. Az, hogy Isten előtt minden vallás egyenlő-e, egyszerűen nem tudom megállapítani, miután hála Istennek én keresztény családban nőttem fel, és hát ezt tartom a hiteles vallásnak, de ez nem jelenti azt, hogy a Isten a többi vallást is nem kezeli egyenlőképpen. Ha nem keresztény családban neveledek, nem a keresztény hitet ismerem meg, hanem más országba, más vallást, és ugyancsak, akik egyisten hívők, hát szerintem, és úgy viselkednek, ahogy a saját vallásuk, ezt megköveteli, akkor én azt hiszem, hogy a jó Isten van annyira kegyes, hogy üdvözülhetnek azok is. Úgy gondolom, hogy minden vallás elvezethez Istenhez, de csak abban az esetben, hogyha az illető még nem hallott Krisztusról. Ha hallott Krisztusról és kifejezetten ennek ellenszegül a Krisztusi tanításnak, az evangéliumnak és a kereszténységnek, akkor azt gondolom, hogy nem üdvözülhet és nem juthat el Istenhez. Én úgy gondolom, hogy Nekünk óriási szerencsénk van, hogy Isten annyira szeret minket. És ezért azt gondolom, hogy hogy a vallásokra is Isten azt mondta, hogy nélkülem semmit sem tehettek. Tehát, hogy, a, hogy elvezethetnek a vallások Istenhez. Nekünk az egyetemen, amikor tanultuk a dogmatikából az eklezülveget, az egyik professzorunk azt mondta, hogy valahogy úgy gondolkodjunk a vallásokról, mint egy olyan hegyről, ahova különböző utak vezetnek. Az egyik egyenes, meredek, a másik kacskalingós, de görbe, de végül is azért valahol mindenki eléri az úristen Én szerintem ö, ö, minden ember üdvözülhet, még az is, aki, aki esetleg nem keresztény, ha valaki mondjuk nem ismeri meg a, a szentírás, nem, ismeri, nem kerül közel Istenhez, nem ismeri meg őt, de mégis a saját értékrendje, a saját normái szerint helyesen él és cselekszik, akkor, akkor az szerintem üdvözülhet. Tehát például annak idején én ezt a kérdést tettem föl, hogy egy, egy kannibál üdvözülhet-e, hiszen ember teszik, és ő, neki, ő úgy gondolja, hogy neki az a jó. És erre azt mondta a hittantanár, hogy elméletileg ő üdvözülhet, hiszen a saját értékrendje, ő ezt tanulta, ő ebben hisz, hogy neki ezt kell cselekednie, és ezért, ezért nem kerülhető pokolra, hanem, hanem neki is megvan az esélye arra, hogy, hogy üdvözüljön. tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. itt a lábaim, hogy Emelt két karom, ha átölellek, Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek, Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Menj meg a lelkem, hogy benned éljek, menj meg a lelkem. Hallgatóink, önök a Mária Rádióban a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort hallják, Széke János Püspök atyával és Kindelman győzővel. Mai témánk pedig a vallásokról szól. A bejátszás előtt amire válaszoltak a, kérdés, válaszoltak a megkérdezettek, az volt a kérdés, hogy Isten előtt minden vallás egyenlője. Tehát mennyiben vehetők figyelembe más vallások tanai, elvezetnek-e ezek Istenhez, és hogy üdvözülhet-e az, aki nem keresztény. Elég komplex témakör, de a válaszok alapján, melyek egyfajta keresztény, átlagkeresztény álláspontot tükröznek. Mit tudunk mondani, Püspök atya? Mindenek előtt én a két kérdést szétválasztanám. Tehát azt gondolom, hogy nem ugyanaz, arról beszélni, hogy minden ember előtt nyitva áll le az üdvösség lehetősége útja, akkor is, ha nem keresztény, ha nem katolikus. És teljesen más kérdés arra válaszolni, hogy egyenlőek-e a vallások, vagyis mi egy-egy vallásnak a sajátos belső értéke, eredete, lényege. Hadd térjek ki először arra, hogy üdvözülhet-e olyan ember is, aki nem keresztény, nem katolikus és mindenképp nagyon nyilvánvalóan szeretném röviden megfogalmazni a válaszunkat, hogy természetesen igen. A, az Isten örök szeretet és jóság. Ő, ő a világot azért alkotta, hogy a maga létteljességéből, szeretetéből adjon, ezt kiárasza, tehát a, a teremtésének a célja az, hogy az embert magához emelje. Így is fogalmazza a Szentírása Timóteushoz írt levél, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar, tehát ez a teremtőnek a legfőbb célja. És nyilván rengeteg olyan ember, aki mondjuk a kereszténység előtt élt, amikor még nem is volt a keresztény hit, csak az emberek keresték, kutatták a, az Istent különböző utakon. Vagy azok az embermilliók, akik mondjuk Amerikában éltek a földrész felfedezése előtt, és szintén nem is tudtak, még a de hát rengeteg ember, aki más kultúrában él, olyan családban él, ahol valahogy nem jut el hozzá az üzenet, vagy akármilyen okból távol marad ettől. A hitünk szerint, hogyha ő a lelkiismerete szavát követi, vagyis őszinte szívvel próbálja jót tenni, önzetlenül élni, próbálja keresni az Isten, reménykedik bízik, tehát szépen él, akkor az üdvösséget elnyerheti, az Úristen akarja neki adni. A második vatikáni zsinat, a Gaudium et Spes, az öröm és reményről szóló konstitúciójában ezt nagyon világosan ki is mondja, hogy minden olyan ember, aki jó szándékkal a lelkiismerete hangját követi, a szerint igyekszik élni, azt mondja, a zsinat Krisztus húsvéti titkával találkozhat. Vagyis azzal az üdvösséggel, amit ő hozott, a, a, az Istennek a szeretetével találkozhat olyan utakon, amiket csak az Isten ismer. Tehát Isten kegyelme, jelen van a világban mindenütt, és minden ember, aki őt keresi, az rátalálhat. Már egyébként a középkori teológiában is, ez a gondolat nagyon erősen ott volt beszéltek a teológusok mindig nem csak tényleges keresztségről, hanem vágykerességről is. Tehát, ha egy ember vágyik a hit után, vágyik a bűnbánatra, az Istenhez méltó életre, talán nem is tudja még, hogy pontosan ki az üdvözítő, és hogyan vált meg minket, de ezáltal a, a keresztségnek a kegyelmében ezzel a vágykerességgel részesül. Első megközelítésben ezt vonatkoztatták a katekúmenekre, akik tényleg készültek a kerességre, és előtte meghaltak, tehát nem tudtak megkeresztelkedni, ezeket is úgy vették, hogy ők már vágyukban a kerességben részesültek, de tágabb értelemben minden ember, aki Istent keresi, az ilyen módon a vágykerességben részesül. És ez nem jelenti azt, hogy az üdvösséget ne Krisztus adná. Ez egyetlen üdvösség, Istennek egyetlen szeretett titka, amely Krisztusban jelent meg, tehát mindenkit Krisztus üdvözít, de ő jelen van a látható egyháznak a keretein kívül is. Volt itt egy nagyon érdekes megjegyzés, még ahhoz hat fűzzek egy kis magyarázatot ennek kapcsán, hogy a kannibál üdvözülhet-e, ahogy a fiatalember mondta, hogy esetleg még ő is. Én azért annyi kis pontosítást itt hadd tegyek meg, hogy tehát arról az emberről beszélünk, aki a lelkiismerete hangját követi. És a lelkiismeretünk már a, a, ezek az emberek azok, akik az üdvösség útján vannak. A, a lelkiismeretünkben az Úristen sok mindent beleírt. Egy nagyon híres ö, szent, szentírás és hát hittudósunk, Aquinoi Szent Tamás, ő meg is próbálta megfogalmazni, hogy mi ez ami minden embernek a lelkébe bele van írva, és ő három pontban foglalta össze ezt az örökisteni törvényt, ami csirájában mindenkiben ott van. Ez a három pont pedig a legfőbb lényt tisztelni, vagyis a, az Istent, a létforrását tisztelni. A második, tedd a jót és kerüld a rosszat, és amit valaki jónak érez, amit jónak hisz, azt tegye, és ne azt, amit ő rossznak lát. És a harmadik, amit magadnak nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, azt eseted másnak. Tehát amiről az ember tudja, hogy én se szeretném, és mondjuk a kanibálokkal kapcsolatban azért azt gondolom, hogy ha egy ember nagyon őszintén a lelkiismeretét követi, akkor egy idő után fölmerül benne ez a kétely, hogy hát én se szeretném, hogy engem fölfaljanak, akkor lehet, hogy ez a másik ember se szeretné, Ugyanakkor, uh, bocsánat, hogy szabad vagyok, Akvínő egy másik helyen nagyon szépen, sok-sok helyen nagyon szépen emlékedik a, emlékedik a az úgynevezett természeti törvényekről, tehát amik alapvetően belénk vannak égetve, uh, és ilyen ezzel ne lopja, ne gyilkolj, és sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát valószínű, hogy azért ez a, ez a kanibalizmus, mint természeti törvény gátja lehet annak, hogy egész pontosan a, a neőj törvénye, az gátja lehet annak, hogy mondjuk egy kanibál, aki eszik-eszik egy embert az, az üdvözöljön, bár bocsánat, ebben én azért nem, vagy ebben nem akarok Igen. belemerülni. Igen, de az ember szívében nagyon sok minden isteni törvénynek legalább a sejtése nyilvánvalóan ott van. Persze tudjuk, hogy aki kannibál kultúrában él, az a másik törzset nem tekinti teljesen egyenértékűnek és embernek, tehát van ennek egy ideológiája. Ami... Csak azt próbáltam kifejteni, hogy azért az emberi szív erősebb ezeknél a negatív ö, hiedelmeknél, vallási torzulásoknál, stb., és kell néha, hogy egy vallásból kitörjön. Tehát nem, nem elég talán pusztán azt mondani, hogy beleszületett, akkor maradjon is meg csak abban, és ő ebben üdvözül. Rengeteg történelmet, vagy történetet lehetne fölsorolni, hogy ember, aki más vallásban született, rájött arra, hogy ez, ez mennyire korlátolt, és és sebbzett mondjuk. Egy gyönyörű példája ennek Mahatma Gandhi, aki bár hindu vallásban élt, és azt nagyon is tisztelte, nagyon jónak tartotta, de pontosan a, a nagyon nyitott szíve miatt ő a kereszténységnek rengeteg értékét elismerte, vallotta. A hegyi beszédet ámulattal hallgatta, olvasta az erőszakmentességről, ellenség szeretetről szóló Krisztusi üzenetet, vagy a keresztnek a titkát. Tehát azt, hogy a szenvedés által megtisztítani és megtisztulni, vagy hogy, hogy van kiút a, a, fájdalomból, a bűnből. Tehát ezek neki hatalmas leckék voltak, amiket Krisztustól tanult. És azt hiszem, ez nagyon fontos mindig látni, hogy, hogy azért egy vallás nem egy zárt rendszer, az emberi szívennél erősebb, és lehetséges, és kell is ö, bizonyos esetekben ebből kitörni. Hadd mondjak egy másik Személyes élményemet nekem megadott az, hogy Afrikában tölthettem egy kicsit több mint egy hónapot, egy misszióban segítettünk fiatalokkal, és törzsi vallásokban éltek, animista vallásokban nagyon furcsa, néha nagyon kegyetlen szokások és törvények irányították ott az életet. Többek között a házasságok nagy része több nejű házasság volt, főleg az előkelőbb, gazdagabb, idősebb férfiak igyekeztek több feleséget beszerezni. És hát rengeteget szenvedtek ettől az ottani asszonyok, és amikor az atyák elkezdtek prédikálni, mondjuk erről, hogy az Isten terve az, hogy egy férfi és egy asszony, és szeretett szövetség legyen a házasság, akkor a legtöbb asszony sírt, és egyből azt mondták, hogy hát ez az igazság nem kellett ezt sokat magyarázni, de a szívükbe bele volt írva. Tehát az emberbe írt törvény azért néha szinte erősebb, mint a vallási rárakódott, néha nagyon sebzett hagyományok, és ki tud ebből törni. Tehát lehetséges a, a megtalálása, a helyes, az igazi útnak. Van egy ismerősöm, akinek elnézést a kifejezésért, de tényleg ő maga is így fogalmaz, az a passziója, hogy minden létező vallásnak a tanítását, amit megismerhet, meg akarja tanulni, meg akarja teljesen ismerni, és ő azt mondja, hogy azért, mert szeretné, hogy Isten tulajdonságai, Isten miben léte teljesen filmden oldalról megvilágítva föltáruljon előtte, és ez az illető, Szent Pált az apostolt is szokta idézni, hogy, hogy a jót tartsd meg, a rosszat vesd el. Hát mit tudnák mondani ennek az én kedves barátomnak erre az eszmefuttatására? Igen, ha, ha, folytat, hogy, hogy világos legyen a gondolatmenetünk, hadd tegyem hozzá, hogy tehát az első kérdésre, hogy minden ember előtt nyitva áll le az üdvösség bármilyen vallásban, én nagyon határozottan az egyházunk azt válaszolja, hogy igen. Ez, de ez a válaszunk, ez nem egyenértékű azzal, hogy minden vallást egyenlőnek gondolnánk. Tehát ez a második nagy kérdéskör, aminek most neki kell futni, és ennek egy része ez, amit az illető fiatalember itt fölvet. Akkor kezdjük esetleg ténylegesen innen, hogy nyilván minden vallásban van érték. Mert az Úristen, mint a teremtő, mindenütt jelen van. A természetben, az emberi szívekben, a, a családtörténetekben, egy ember életének a küzdködéseiben. Tehát a legtöbb vallásban nagyon sok érték. Fölhalmozódik. És ezekből ténylegesen lehet tanulni. A katolikus egyház, amikor misszióról beszél, az nem azt jelenti, hogy mondjuk amikor megérkezik a kereszténység, nem tudom, Afrikába vagy, vagy Indiába, akkor ott mindent lett arról, és csak ő létezik a maga nyugati köntösével, ahogyan itt megfogalmazódott a mi nyugati kultúránkban, a mi filozófiánkkal, a mi életszemléletünkkel, azt egy az egybe átültetjük Indiába. Egyáltalán nem csak ezt jelenti. Szoktunk beszélni inkultúrációról, ami azt jelenti, hogy rengeteg minden abban a kultúrában érték. És a kereszténység abból nagyon sokat tanulhat is. Vannak dolgok, amiket a távol-keleti kultúra sokkal erősebben és jobban él, mint mondjuk a nyugati és a kereszténység ezeket eltanulhatja onnan. Nem a lényeget illetően, tehát lényeget illetően a kereszténység, mint kinyilatkoztatott kincs, fölött áll a többi vallásoknak. És ezeket megerősíti, megtisztítja, fölemeli. De ezekből nagyon sok elemet mégiscsak magába tud illeszteni. Tehát az indiai kultúrából is a kereszténység nagyon sokat tanulhat. Toleranciát, misztikára való. Ö, nyitottságot. Ahogyan tanulhatunk a protestáns testvérektől is, annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgokban a, a, hit teljességéből veszítettek, de ezzel együtt vannak olyan hangsúlyok, amiket ők szinte jobban megéltek, mint mi mondjuk a Biblia iránti nagy szeretetük, a népnyelv használata a liturgiában, a laikusoknak a, a fontos szerepe az egyházban. Tehát voltak dolgok, amiket szinte ők jobban Éltek, mint a katolikus egyházunk, és szinte újra tanultuk tőlük. A második Vatikáni zsinat kapcsán is, és hát az újabb ö, időkben az ökumené, ö, a, a megerősödése nyomán. De ezek. Ö inkább csak kiteljesítik, vagy bocsánat, nem kiteljesítik, hanem, hanem tehát ezek gyakorlatok inkább nem, nem változtatnak a mi hitünkön, tehát semmiféleképpen a, a, doktrinális részét nem érintik a, a hitünknek. Igen, tehát a kinyilatkoztatás teljességét, Isten önközlésének a teljességét Krisztus által adta, a kereszténység hordozza ezt a kincset, és ezt őrizzük is, mint az egész emberiségnek egy nagyon különleges kincsét. Krisztus kincse Indiának is és Afrikának is, minden kultúrát ő meg tud nemesíteni. Amikor a, a keresztény vallásnak a többi vallás fölötti értékét védjük, ezt nem valaki ellen tesszük, hanem értük is. És nyilván, amit átvehet a kereszténység, azok inkább a, a kulturális elemek, emberi tulajdonságok, nagyon sok minden, amit egy-egy kultúra nagyon szépen megél. Egy nagyon neves ember mondta egyszer, most sajnos a neve így kapásból nem jut eszembe, de a tartalma az az volt a mondandójának, hogy azért szeretek a katolikus egyházhoz tartozni, mert ebbe minden belefér. Ha én szerzetes akarok lenni, akkor szerzetes vagyok. Ha magányos remete, akkor magányos reme, akkor elvonulok a sivatagba. Ha családban akarok érni, és azt mondja, hogy egyetlen egy más ilyen vallás sincsen, amiben ennyire színesen minden életforma és minden megnyilvánulás beleférne, hát a bűnt leszámítva természetesen. Igen, katolikus, ezt is jelenti a katolikus szó, ezt jelenti egyetemes ebben az értelemben is, hogy az egész emberi létet, az egész életet átfogja, a, az Isten teljes titkát, a létünk teljes titkát tárja föl. Úgy gondolom, hogy vissza kellene térni viszont az alapkérdéshez, ami a legeslegfontosabb, hogy egyenértékűek-e a vallások, és hát erre viszont a kereszténység nagyon bátran és első látásra nem is túl szimpatikus módon azt mondja, hogy nem. Tehát mi nagyon határozottan azt állítjuk, hogy van különbség a vallások és a kereszténység között. És nem akarjuk egy szintre hozni, lehúzni a kereszténységet a többi vallással. Hadd mondjak esetleg egy kis tanmesét, ami megvilágítja ezt a, a témánkat, ugyanis nagyon sok ember ösztönösen úgy gondolkodik, ahogy a válaszokból is itt hallottuk a kis bejátszásban, hogy azért alapvetően egyenlők. A vallások egyetlen hegyre fölvezető sokféle út, lehet, hogy göcsörtösebb, lehet, hogy egyenesebb, de alapvetően mindegyik jó, mindegyik ugyanoda vezet. A legtöbb ember valahogy így gondolja. A tanmese az egy, egy kin, kínai eredetű történet, ami szerint a kínai császár meglátogatta a vakoknak a faluját, és nagyon szépen fogadták, kisöpörték az utcát, feldíszítették a házakat, és ő teljesen meg volt lepődve, hogy vakok erre hogyan képesek, és azt mondta, hogy teljesíti egy kérésüket. És a vakok azt mondták, hogy annyit hallottak már az elefántról, de nem tudják elképzelni, hogy milyen hozzon egyet ide, hogy megtapogassák. És a császár tényleg másnapra odahozatott egy elefántot, az egész falu mégsem mehetett oda, kiválasztottak öt embert, hogy menjen oda, tapogassa meg. És így is történt, elvitték az elefántot, a falu leült, nagy izgatottan figyelték, hogy mit mond majd az öt ember. És az első, aki a lábát tudta elérni, azt mondta, hogy olyan az elefánt, mint egy hatalmas oszlop. A másik azt mondta, olyan, mint egy gömb, ami lebeg. A levegőben a harmadik azt mondta, olyan, mint egy hatalmas vitorla, aki a fülét fogta meg. Aztán a negyedik azt mondta, olyan, mint egy cső. Az ötödik pedig azt mondta olyan, mint egy zsinór, aminek a végén még bolyt is van. És egymásnak estek. És a kínai ö, legenda vagy mese azt mondja, hogy ilyenek a vallások. Valamit az Istenből megtapasztalnak, és amit megtapasztalnak, amit hirdetnek, ez jó is. Ez igaz, egy része a fölfoghatatlan titoknak. Csak akkor van baj, amikor ezek a vallások egymásnak esnek. A kereszténységnek a fölfogása a vallásokról nem ez. Tehát nem azt gondoljuk, hogy ez sokféle út egyetlen hegyre, az ember tapogatódzó keresése, amelyel valamit az istenségből megsejt vagy fölfog. A vallások elsősorban nem az ember keresései, az igazi vallásnak a lényege az, hogy Isten keresi az embert. És ő föltárta előttünk a titkát, amit a magunk erejéből nem tudtunk volna megtudni. Tehát nem csak ez létezik, hogy az ember tapogatódzva keresi őt, hanem mindenek előtt az, hogy a teremtő próbál jelet adni magáról, föltárja a titkát, lejön a mi létszintünkre, és föl akarja önmagát tárni. Hogy ez mennyire logikus, hogy ezt föltételezzük, hogy így van, hadd mondjak még egy egész rövid gondolatmenetet. Az ember személy, ami azt jelenti, hogy van öntudatunk, szabadságunk, az ember tud dönteni, és, és szeretni. Ha létezik a világ mindenségben egy ilyen tökéletesség, mint az emberi személy, egy ilyen különleges lény, akkor nagyon logikus föltételezni, hogy akiből, amiből mindez származik, a létforrása, aki minden mögött rejtőzik, ő is személy. Tehát nem lehet ő tökéletlenebb, mint mi, mert hiszen belőle forrásozik minden. És ha ez valóban így van, akkor nagyon logikus föltételezni, hogy a, a, teremtő számára a legérdekesebb és legfontosabb teremtménye. A csillagmilliárdok a galaxisok között az apró porszem ember, aki legalább egy kicsit őt képes fölfogni, képes szeretni. És akkor nagyon logikus azt is föltételezni, hogy ő próbálja az embert elérni, jelet adni önmagáról, kapcsolatot teremteni. Az ember a maga erejéből az Istenhez nem tud följutni, mert ő egy más létszinten van. Ahogyan egy állat sem tud az ember létszintjére fölugrani, ha én József Attila verseit olvasom, mellettem ül egy kisegér, soha nem fogja fölfogni, hogy itt mi is történik, mert más létszinten van. És épp így az ember is az Isten a maga valójában nem tudja fölfogni, pedig itt van jelen. Sokkal valóságosabb, mint a székek meg a házfalak. Mégsem tudjuk őt megtapasztalni, megtapintani, úgy, mint a többi dolgot. Tehát ahhoz, hogy, hogy kapcsolat jöjjön létre, ahhoz neki jelet kell adni, meg kell nyilvánulni. És egy nagyon logikus az ember részéről, hogy elkezdjük keresni azt, hogy hagyott-e az Isten nyomokat a történelemben, megszólal e És a kereszténység boldogan azt vallja, hogy igen, ez megtörtént. Tehát Istennek nyomai vannak a történelemben, ő szólt, föltárta önmagát, odaadta önmagát nekünk. Vagyis azt gondoljuk, hogy ez nem, nem azonos szintű azzal, hogy mi, mi tapogatózva kerestük őt, mert ő maga is szembe jött, és nekünk adta önmagát. Azt hiszem, ez, ezek nagyon engem is elgondolkodtattak most, hogy itt püspök atya mondta ezt a levezetést. És kicsit úgy érzem, hogy időnk olyannyira szaladt, hogy minden témára, amit mi terveztünk, nem biztos, hogy lesz idő. Ugyanis most. Ez a műsorunk annyiban más, mint az előzőek, hogy szeretnénk, hogyha önök kedves hallgatók szintén szóhoz juthatnának, hiszen az elhangzottakkal kapcsolatban lehet gondolatuk, lehet kérésük, kérdésük jobban mondva lehet véleményük. Én arra kérem önöket, hogy most nyugodtan szóljanak hozzá ezekhez. A telefonszámunk 374 0904-es Budapesten kívüliek előtte a fővárosi hívószámot kell, hogy beüssék a telefonba, és addig addig, ameddig önök tárcsáznak, addig hallgassunk egy kis zenét, mint, ha, mint szarvas hűs forrás felé énekli a, a, az énekes, mint ahogy a szarvas vágyik a forráshoz, valóban úgy vágyunk mi is önkéntelenül, önkéntelenül, ami urunk az az egyetlen egy teremtőhöz. Mint szarvas hűs A kollégánk azt jelzi, hogy van egy kedves telefonáló a vonalban. A vonal viszont közben megszakadt. 374 es a telefonszámunk, hogyha az a kapcsolatban valakinek kérdése lenne. Püspök, hogyha hadd kérdezzem meg, hogy Időről időre megrendezik én már a második János Pál pápasága óta Assisi-ben a vallások nagy-nagy világ találkozóját. Engem mindig elgondolkodtat, főleg nem régen volt ugye az ökumenizmusnak a hete. Az ökumenizmus ugye az, hogy mi a keresztények egységéért próbálunk tevékenykedni, és az Assisi az, az azért többennél az a világtalálkozó, mert ott a más vallások képviselőit is meghívják. Mondhatunk valamilyen ö, határvonalat, hogy meddig mehetünk el ezen az ökumenizmuson túli ökumenizmusban? Tehát mi az, amit még, még együtt tudunk működni, és mi az, ami, ami már talán túlzás lenne? Igen, nagy szeretettel válaszolok, de közben van egy telefonhívásunk, akit meghallgatunk. Tessék parancsolni, már a rádió. Mindenre Nagy szeretettel köszöntöm. Tessék meg, parancsolni. Talgatom a csodálatos műsort. Azzal én nagyon egyetértek, hogy, hogy senki nem tehát arról, hogy milyen kultúrába és milyen, milyen vallásba születik vele, és a Jóisten azt figyelembe is veszi, és ő is üdvözöl. De az, az, az a borzasztó, amikor nem tartják az emberek egymást tiszteletben, tehát ahol a keresztényüldözés is van. Tehát, hogy miért nem tudnak... a ők megmaradni akkor az, az, a saját maguk elképzelésébe, és hagynák a másikat is. Tehát ne, hogy, ne gyilkolj, vagy, vagy, van olyan vallás állítólag, hogy akik robbantanak, azoknak az a vallásuk, hogy, hogy nekik robbantani kell, mert akkor így fognak majd üdvözölni, meg üdvözöltetni azokat az embereket, akik felrobbantanak. Tehát ez a, ez a nagyon kemény dolog, ami, ami benne van az egyes kultúrákban, ami, ami, ami szinte legyőzhetetlen emberileg, mert mert ugye tudjuk, hogy hogyan bánnak a keresztényekkel, hogy ez lenne a, 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 a hozzáfűzés. Nagyon a köszönjük egy És egy, egy nagyon fontos problémára tetszett itt rávilágítani. Sajnos tényleg egy szomorú ténye a a világunknak az, hogy számos helyen üldözik leginkább a kereszténységet, ezt is kevesen tudják, de a világon a legüldözöttebb vallás, Igen. mint a mai napig a, a kereszténység Indiában is, és sok helyen másutt. És hát vannak olyan vallások, amelyeknél valóban, mintha nagyobb lenne erre a, a kísértés, és szinte a vallásnak az alap ö, irodalmában Könyveiben is ez megfogalmazódik a, az erőszak az erőszakos térítés. Azért minden vallásnak a legjobb képviselői ezt elutasítják. Nem is olyan régen pontosan 16. Benedek pápa a, az iszlám vezetőkkel találkozott, és ott közösen ezt mondták ki, hogy a vallás lényegétől idegen az erőszak. Tehát soha nem egy hiteles vallásból soha nem fakadhat erőszak gondolnám el, és hogy, hogy mégis, mégis is ennyire um, nagy gyűlölet van bennük, és ők is és, Isten képére lettek teremtve. Köszönjük Tehát. szépen a hozzászólását, Isten megáldja. Önöket is. Köszönjük ezt, szépen, mindörökké amen. Tehát 374.0904, és, és akkor ez a téma egy kicsit talán passzol, amit az előbbi fölvetettem, hogy ugye mi keresztények nagyon keresjük a párbeszédet még a más vallásokkal is, de hogy van ennek milyen lehetőségeink és milyen határaink vannak ez ügyben. Nem szabad összekeverni az ökumenét meg a vallások közötti találkozót. Tehát az Assisi béke találkozó az ima a békéért. Minden vallás együtt imádkozik, és ebben teljesen egyek vagyunk, hogy a békéért az Istenhez fohászkodunk. És nyilván egyetlen Isten van, mindannyian őt kérjük. De ezeknek a találkozóknak a célja nem a vallásoknak az egyesítése bármi módon vagy összekeverése, az ökumené az pedig a kereszténység egységét keresi, amely valaha egy is volt, csak sajnos szétszakadt a bűn miatt, az emberi gyöngeség miatt. Ezt próbáljuk begyógyítani. Tehát a kettő egy kicsikét más. Az ökumenét széli az egység, és ezen az úton haladunk. A, az assziszi béket találkozó az imádság. Egymás mellett állva az egyetlen teremtőhöz fohászkodunk. Egy másik kedves hallgató van a vonalban. Tessék parancsolni? Dicsertessék. Mindenre kell menni. Tessék Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Püspök urat és Kindelman urat is. Nagyon örülök a témának. Én, mint már idősebb korú férfi, annak ellenére, hogy vallásos, katolikus családból születtem, úgy nevelkedtem, majd a későbbiek folyamán is egyházi iskolába jártam, nagyon fontosnak érzem, ennek a témának a tárgyalását és előre is köszönöm, figyelem végig, mert az emberi élet folyamán jönnek bizonytalanságok, elgondolkodik, és az, a cél az, hogy a hitünk meggyőződéses hit legyen. És ez elméletileg nagyon fontos dolgokat tárgyal előre, és köszönöm dicsőtesség. Köszönjük szépen mindre Amen! és valóban nagyon fontos, hogy a hitünk velünk együtt növekedjen, érlelődjön. Ne csak a, a világi tudományokban, a szakmájában érlelődjön egy ember, hanem a hitében is egyre mélyebbre tudjon ásni, vele együtt nőjön a hite. Püspök Katya, most itt az adás során nagyon sokat beszéltünk már a vallásoktól. Sok-sok-sok színű ez a vallási paletta, amely a Földön létre, vagy jelentkezik és egymás mellett él. De talán fiktív a kérdés, de lehet erre válaszolni, hogy létre fog-e valaha jönni ez a bizonyos egy akol és egy nyáj, amit a mi úrunk emlegetett, és a Bibliában, szellemiségében többször is, többször is előkerül. Hát de... Ilyen kérdésre, hogy biztos válasz nem nagyon lehet adni, mert az ember szabad, és a történelem ennek a szabadságnak a játéka, sajnos benne van az emberi gyöngeség és bűn is a történelemben, és azért a világ beteljesedése, az nem, nem e világon történik. Tehát a történelem soha nem fog eljutni egy teljesen tökéletes földi paradicsomig, sajnos az ember itt mindig küzdik a, a gyöngeségével a bűnével, az önzésével hogy ezen belül lehetséges -e, hogy mondjuk a kereszténység mégiscsak ezt a sebet begyógyítja, erre nem tudnék, nem is akarnék válaszolni. Ezért nagyon erősen dolgozunk és imádkozunk. Tehát az egyháznak ez egy abszolút, ez egy teljesen komoly és határozott célja, törekvése, imádsága, reménye. Ahhoz, hogy ez tényleg létrejöjjön, nagyon sok minden kell. Úgy gondolom, hogy kell hozzá megtérés mindannyiunk oldalá, oldaláról, mert ha Krisztushoz közelebb lépünk, akkor egymáshoz is. Kell hozzá talán egy olyan különleges kegyelmi pillanat, ahol ez meg tud történni. Tehát ez nem csak egy emberi tárgyalások, egyeztetések, nem csak ebből áll, nem is elsősorban ebből, hanem valószínűleg vannak pontok, ahol a kegyelem meglendít, és eljuttat minket ide. Egy másik kedves hallgatónk van a vonalban. Tessék parancsolni! Mind tessék, hogy minden rögtjelmen! Nagyon szépen köszönöm én is ezeket a szép gondolatokat. A más szeretett vallásokkal kapcsolatban való gondolatokra lenne egy kérdésem igazából, hogy én azért éltem korábban ebben a hegy hasonlatban, hogy minden szeretett vallás valamilyen módon a jó Istenhez igyekszik, mert van egy nagyon kedves barátom más szeretett vallásból, akinek nagyon szép Isten élménye van, és nagyon szépen megéri a hitét. És igazából egy kicsit dilemma volt nekem mindig, hogy most én megpróbáljam még a magam, tehát mondjuk ha szelíd módon is, de megpróbáljam kereszténység felé. Igen, sajnos itt elment a vonal, de azt hiszem, hogy a kedves hallgató a lényegét el is mondta a kérdésnek. És hadd tegyem hozzá, hogy a hegyhasollatban valami igazság nyilván van. Tehát egyetlen Isten létezik, és mindannyian ő felé haladunk. Minden vallásnak a, a tagjai az ő szeretete felé ahol én egy kicsit ezt a hasonlatot rossznak érzem, és ami miatt kritizáltam, hogy hogy nem egyenrangúak. Tehát nem azt jelenti, hogy van egy göcsörtesebb út, van egy egyenesebb, de alapvetően azért nagyjából egyforma mindegyik, hanem lényegi különbség van ezek között, illetőleg a kereszténység és a többi út között. A hitünk szerint egy lényegi különbség van, hogy a kereszténységben maga Isten jött el, és, és, adja meg ezt a lehetőséget, hogy hozzá eljussunk, amit enélkül az ember nem tudott volna megtalálni és meglépni. Vagyis azt gondolom, hogy felkínálni ezt a teljességet nagyon fontos mindenkinek. És az ő számára ez egy gazdagodás. Egy nagyon érdekes és szép élményem, Szentföldön tanultam, és ott volt egy zsidó származású keresztény atya, Ábrahám atya, és ő azt mondta, hogy amikor megtért, mert ő, ő zsidó gyerekként nőtt föl, sőt, egy olyan családban, ami nagyon keresztény ellenes is volt a, a hangulatában, légkörében. És aztán mégiscsak átjött erre a, az oldalra, ezt nem mesélem, mert hosszú, de nagyon szép történet lenne, de azt mondta, hogy ami addig neki fekete-fehér volt a hitében, az hirtelen színes lett. És azt mondta, azóta úszok az örömben. Tehát ez egy gazdagodás, egy egy teljesség, amit azt jelenti, hogy mindenkinek fel szabad kínálni, és ha megtér, akkor neki nem kell a múltját megtagadni, hanem az beteljesedik, az lesz a keresés, az út, ami ide vezetett a teljességhez valóban így van, hogyha belépünk minnyáján a hit kapuján, akkor valószínűleg minnyáján úszhatunk az örömben, ez nem szópoén akart lenni, de kedves hallgatóink nagyjából ma ennyi fért a hit Kapuja című műsorba, reméljük, hogy nem tartották feleslegesnek a velünk töltött időt. Legközelebb egy hét múlva hallhatnak bennünket ugyanebben az időben, tehát 16 óra 30 perckor, búcsúznak önöktől a műsor szerkesztői, Székely János Küspök atya és Kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenre kell